Kedves nézőink, október 31-én zárult a műcsarnokban, a budapesti műcsarnokban Nicolas Schöffer nagy sikerű kiállítása. A szobrászművésznek művészi munkássága elismeréseként 70. születésnapja alkalmából az elnöki tanács a Magyar Népköztársaság babérkoszorúval ékesített zászlórendje kitüntetést adományozta. A világhírű magyar származású párizsi művésznek, a Francia Akadémia tagjának műveiről készült videókölteményt a kiállítás látogatói is megnézhették képernyőről. Videó variációk címmel most ezt a tévében is bemutatott műsort ismételjük meg. Rendezője Rajnai András. A videóköltemény bevezetőjét Patkó Imre képzőművészeti kritikus mondja el.